Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai sajtóbejáráson, ami Tisza Szent Imre életében egy fontos beruházás megtekintéséről szól, ez pedig Tisza Szent Imre szennyvíz fejlesztése. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt kezdődött az a folyamat, aminek még polgármester asszony nem volt részese, de menet közben és a választók akaratának köszönhetően a polgármester asszony is kézbe fogta azt a dolgot, ami az a karmester párca, ami a fejlesztés során nagyon szükséges, hiszen egy olyan összefogással megvalósuló projektről van szó, ami Tisza Szent Imre szempontjából nagyon fontos beruházás. Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem házigazdánkat, Koszorné Tóti Baja polgármesterasszony. Köszöntöm házigazdánk képviseletében Juhászné Papilén jegyzőasszony. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, bár egy projekt értekezletek keretén belül történt a mai nap felvezetése. Köszöntöm Ceglédi Csaba urat a Penta Kft-nek a képviseletében, valamint a szennyvízterület kivitelezőjének a képviseletében Pálidi urat, aki a Véves Magyarország volt képviseli. Megtiszteltetés, hogy a sajtó ilyen élénken érdeklődik a beruházás iránt, és köszönöm külön, hogy elfogadták a meghívásunkat, valamint köszöntöm a projektben közreműködő valamennyi érintettet és a leendő üzemeltető képviselőjét is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mint említettem, fontos beruházásról van szó, amelynek az alapkövét az elmúlt év tavaszán Fazekas Sándor miniszter úr tette le a polgármester asszonnyal egyetemben, és hogy mit jelent ez a település szempontjából ez a fejlesztés, engedjék meg, hogy a köszöntő mellett azokat a gondolatokat kérjen polgármester asszonytól, amit fontosnak tart a település életében. Polgármester asszony, tartsanak. Önkormányzatom nevében nagy tisztelettel köszöntöm a Tisza Szent Imre szennyvízelvezetése és tisztítása projektben résztvevő képviselőit, sajtómunkatársait. Azon túl, hogy jogszabályi kötelezettség volt, hogy a 2000 lakos feletti településeken meg kell oldani a szennyvízelvezetést és tisztítást, valamennyi itt élő számára közös érdek volt a folyékony hulladék kezelése. Évtizedek óta komoly problémát jelentett ez számunkra, hiszen a lakosság a szennyvizet szennyvízgyűjtő medencékbe helyezi el, melyek nem vagy rosszul szigeteltek, ezáltal a szennyvíz elszivárgott, szennyezve a talajvizet, veszélyeztetve az ivóvízbázis készletet. Arról is őszintén kell beszélni, hogy a szippantós kocsival történő szennyvízelszállítás terhei egyre nőttek, az árak emelkedtek, ezzel egyenes arányban nőtt az illegális szennyvízelhelyezés kockázata. Örömünk számunkra, hogy ez a beruházás megvalósul, mert végérvényesen megoldódik a település szennyvizének ártalommentes elhelyezése, megszűnik a talajvíz szennyezése, az ivóvízbázisok veszélyeztetettsége, megvalósul a felszín alatti vízminőség védelme. Úgy gondolom, hogy ez a beruházás további településfejlesztési beruházásoknak is feltétele volt. Az utóbbi 10 évben nem egy olyan beruházás hiúsult meg, éppen amiatt már kiderült, hogy nem megoldott a folyékony hulladék kezelése. Javul a település környezetének minősége a beruházással, és segíti felzárkózásunkat, úgy gondolom, a fejlett térségekkel összehasonlításban. Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy talán ebben a szűk körben megköszönhessem a közreműködőknek és a közreműködők jelenlétében itt lévő képviselőknek a munkáját. Én kimerem jelenteni, hogy ez egy példaértékű együttműködés volt ennek a beruházásnak a megvalósítása. Szakmájukat szerető elhivatott emberekkel dolgoztunk együtt, és én hiszem azt, hogy ennek köszönhető, hogy ez a beruházás határidőre elkészül. Öröm volt Önökkel együtt dolgozni, köszönjük munkájukat. Köszönöm szépen, polgármester asszony, dicsérő szavait. Azt hiszem, hogy mindnyájunk nevében megköszönhetem, hiszen mi is részesei vagyunk így közösen ennek a fejlesztésnek, aminek az átadására reményeink szerint még ebben a hónapban sor kerül. Erre vonatkozóan már tettünk lépéseket. De hogy mit is fogunk átadni? Erre Ceglédi Csaba urat kérem, hogy fáradjon ide az installáció elé, és röviden arra kérem, hogy osszanak velünk
azokat a fő paramétereket, amelyeket a fejlesztés során, mint a kivitelező valósított parancsolja. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Ceglédi Csaba vagyok, a Penta Kft.-nek jelen projektnek a vezetője. Gyakorlatilag a projektnek a műszaki paramétereiről annyit tudok elmondani, hogy itt 15,5 km gravitációs szennyvíz vezetéket kellett megépítenünk. A munkálatokat 2014. december alában kezdtük el. A szerződéses határidőnk az e-hónapnak a vége. Kicsit pontosítva, e-hónapnak a végén kell megkezdenünk a 6 hónapos próbaüzemet. Ez minden bizonnyal sikerülni is fog. Én elmondhatom összefoglalóan, hogy a projekt az jól áll. Mindvégig nagyon jó morál, jó előrehaladás jellemezte ezt a beruházást. Maximálisan egyetértek azzal, amit a polgármester asszony mondott. Nagyon jó együttműködésünk volt mind a tisztelt megrendelőnkkel, mind a leendő üzemeltetővel, a Tiszamenti regionális vízművel, mind a műszaki ellenőrzést és a mérnöki szerepet ellátó szervezettel. Úgyhogy meg kell, hogy valljam, hogy gyakorlatilag öröm Tisza Szent Imrén dolgozni. Nem szeretnék megfeledkezni a tisztelt lakosságról sem, akik türelemmel és jó hozzáállással viselték egy ilyen beruházásnak a mellékhatásait. Ezúton is szeretnék nekik köszönetet mondani. Jó hírként még annyit, hogy gyakorlatilag a gravitációs vezetékeknek, illetve a nyomóvezetékeknek a munkáit azt ma, illetve a holnapi nap folyamán teljes mértékben befejezzük. Folyamatban van a végleges úthelyreállítás, aminek kapcsán még egy rövid ideig kérjük a tisztelt lakosságnak a türelmét. Tudom, hogy nem kellemes a mindennapi haza és elindulásnál a sávos helyreállításnak a kátyúit és nyomvonalait kerülgetni, de a hónap végére elkészül minden egyes út és utca. A hálózaton lévő közbenső átemelők vezérelvei, vezértevékenységei elkészültek, hamarosan sor fog kerülni ezeknek az átemelőknek a tiszta vizes forgatási próbájára, tehát gyakorlatilag tesztelni fogjuk őket, és ezt követően szeptember végén indul el ennek a beruházásnak a próba üzeme, amely 6 hónapig fog tartani. Ilyen nagyméretű beruházásokon mindig van egy ilyen tesztüzem, amit szakmai nyelven próbaüzemnek hívnak. Ez pontosan arra a célra hivatott, hogy a rendszerben lévő esetleges hibákat, észrevételeket közösen az üzemeltetővel szemrevételezzük, meg tudjuk oldani, és a 6 hónap után egy kifogástalan, hibátlan rendszer tudjunk átadni a megrendelőknek. Úgyhogy én ezúton is köszönöm a türelmet, köszönöm az jó hozzáállást, és a kivitelező az csak reménykedni tud, hogy ilyen beruházásokban tud dolgozni. Úgyhogy ebben reménykedem én is a jövőmet tekintve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ceglédi úrnak a gondolatait. Ma még lesz lehetősége Ceglédi úrnak ugyanezeket a mondatokat megfogalmazni közvetlenben a lakosság számára, hiszen a sajtóbejárást követően egy lakossági fórum lesz, amennyiben a sajtóképviselői tehetik, arra is szívesen várjuk őket, önöket. És én arra gondoltam, hogy Pálhidi úrnak nem itt adnám meg a szót, hanem úgy is megyünk majd ki testközelből megtekinteni az épülő szennyvíztelepet, és azt gondolom, hogy Gyuri ott sokkal konkrétabban tudod szemléletesebben is bemutatni mindazt a művet, ami majd a későbbiek során a szennyvíztisztító művet fogja majd képezni. Végezetül engedjék meg, hogy csak egy apró mondatot jegyezzek meg, hogy a lakosság már gyakorlatilag felkészülten várja a mai napi lakossági fórumot, hiszen egy olyan bekötési kisokossal szolgáltuk azokat az információkat az elmúlt hetekben, ami minden olyan bekötési tudnivalót tartalmaz, ami fontos a későbbiekben,
hiszen mint minden egyes fejlesztésnél van egy kötelező időszak, és ez 6 hónap. 6 hónap múltán, amennyiben nem kötnek rá a lakosok, akkor sajnos talajterhelési bírságot róhat ki az önkormányzat. Éppen ezért én azt gondolom, hogy erre itt Tisza-Szentimrén az itteni hozzáállást alapul véve biztos, hogy nem fog sor kerülni. Minden esetre minden egyes fórumot, minden egyes lehetőséget szeretnénk megragadni annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen ezzel a kötelességével, kötelezettséggel, hiszen az önkormányzat nem véletlenül pályázott arra a projektre, ami most a KEOP keretén belül valósult meg. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Tisza-Szentimrén. Kocóné Tóth Ibolya polgármester asszonnyal beszélgetünk, hiszen egy nagyon jelentős beruházás zajlik, és hamarosan véget is ér a településen. Mi is ez a beruházás? Tisza-Szentimre község szennyvízelvezete és tisztítása projekt zajlik a településen, és ez be fog fejeződni e hónap 30-ával. Mit kell tudni erről a beruházásra, ez milyen forrásból valósul meg? Ez egy uniós támogatottságú projekt, egy közel bruttó 2 milliárd forintos támogatottsággal bír. Azt gondolom, hogy ez igen jelentős a település életében. Gondolom, nagyon sokan várták már ezt, és kísérték figyelemmel a lakosok is ezt a beruházást. Ez egy évtizedes történet, hosszú idő vezetett el, hogy ez megvalósuljon. Mi nagyon hálásak vagyunk Tisza-Szentimre lakóinak, az önkormányzat, ugyanis a pályázatot sem tudtuk volna beadni, hogyha a lakosság többsége nem áll mellénk, nem bízik bennünk, nem bíz ránk azt, hogy ezt mi maximálisan úgy akarjuk elvégezni, ezt a ránk bízott feladatot, hogy ebből a beruházásból legyen valami, meg is valósuljon. Hosszú történet, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat vége. Egyébként hány utcát érint ez, és mekkora ez a beruházás? Itt gondolom, hogy azért elhangzott az előbb, hogy egy 1,5 kilométeres, emlékszem, kerinc vezetékre, de gondolom, hogy akkor ezt mindenki nagyon várta. Mindenki nagyon várta. Megoldatlan volt a szennyvíz elvezetés, a folyékony szennyvíz nagyon sok problémát okozott, mint a köszöntőben is, a bevezetőben is mondtam. A szennyvízgyűjtő medencék rosszul szigeteltek, vagy nem szigeteltek. Fertőztük a talajt, az ivóvízbázist, veszélybe volt a felszín alatti vízminőség, ezért nagyon fontos, úgy gondolom, a környezetszennyezés megakadályozása céljából is ez a beruházás. Itt előzetesen elmondta, hogy közel bruttó 2 milliárd forintról van szó. Milyen kötelezettségei lesznek a lakosoknak, hiszen egyrészt már önök mellé álltak, amikor megpályázták ezt a beruházást, és amikor elkészül utána, gondolom, rá kell kötniük mindenkinek. Mi nagyon úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy ezzel a bizalommal ne éljünk vissza. 100%-os támogatottságú a projekt. Amikor a pályázatot beadtuk, akkor még 94,1% volt, és a lakosság vállalta azt, hogy előtakarékoskodik, és tulajdonképpen még 4 évig kellene törleszteni, hiszen ennek a beruházásnak a lakosság részről per fő 208 ezer forinttal kellett volna hozzájárulni, és ez bizony nagy öröm volt, hogy 100%-ban megvalósul ez a beruházás. A rákötés díját kell fizetni, az 5390 forintot, és mindenkinek a házi bekötést kell önállóan megvalósítani, a kapun belül, az ingatlanon belül bekötött a kivitelező, és azt kell összekötni a szennyvízelvezető csatornát a házi bekötésekkel. Akkor ténylegesen most itt októbertől indul a próbaüzem, az egy fél év, az alatt, ha még bármit javítani kell, akkor azt gondolom, hogy a kivitelező meg fogja valósítani, és akkor azt mondhatjuk, hogy jövő tavasszal, akkor már teljesen élvezhetik az itt élők ennek az előnyeit. Igen, október 1-ével fokozatosan történik a rákötés, és úgy gondolom, hogy nagyon sok család várja, akik tisztességgel szippantottak, hogy az első között ráköthessenek. Tehát 6 hónap próbaidő, ez nem kerül költségébe a lakosságnak, ez a kivitelezőt fogja terhelni a próbaüzem költség, és akkor 3 hónap még a türelmi idő, amíg rá kell kötni mindenkinek. Akkor én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a beruházás, és minél többen kössenek rá, és akkor ezáltal is még tisztább és zöldebb legyen Tisza-Szentimre. Nagyon szépen köszönjük. Szeglendi Csabával beszélgetünk, hiszen a kivitelező céget ön képviseli. Itt polgármester azt, hogy nagyon megdicsérte önöket, hogy nagyon jó volt önökkel együtt dolgozni. Gondolom, hogy ez jól esett önöknek is.
Igen, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Nagyon jól esett, köszönjük szépen ezúton is. Egyébként ez kölcsönös. Elmondhatjuk magunkról, illetve az egész beruházásról, hogy minden egyes beruházásban résztvevő, szerepet vállaló, én úgy gondolom, hogy a legjobb hozzáállását, a legjobb tudását hozta. Igyekeztünk mi is, ugye mi vagyunk a kivitelezők, mi vagyunk a munkaterületek színpadán, nekünk kell bizonyítani, igyekeztünk ezt legjobb tudásunk szerint teljesíteni. Örülünk, hogyha a polgármester asszony meg van velünk elégedve, azonban nem szeretnénk elbízni magunkat, mert még nem adtuk át ezt a munkát, úgyhogy nem dőlünk hátra a székbe, továbbra is ugyanezzel a lendülettel, sőt, még nagyobb lelkesedéssel végezzük a munkánkat. Akkor beszéljünk egy picit a beruházásról, néhány műszaki adatot mondjunk el. Igen. Gyakorlatilag egy klasszikus kistelepülési csatornaépítésről van szó. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 15,5 km gravitációs szennyvíz csatornát kellett építenünk 200-as átmérővel. Ugye bizonyos közönként ezen tisztítási lehetőségek vannak, ahogy ezt a kiviteli tervek tartalmazzák. A hálózathoz tartozik 4 darab közbenső átemelő, néhány házi átemelő. Ezek biztosítják az összegyülekezési pontokon a szennyvíznek a továbbjutását. A nyomó vezetékek, a szennyvíz nyomó vezetékeken keresztül jut a szennyvíztisztító telepre az összegyűlemlett szennyvíz, ahol megtisztítjuk ezt. 21. századnak megfelelő, nagyon fejlett és nagyon korszerű technológiával, és a tisztítás után egy tisztított szennyvíz nyomó vezetéken keresztül jut ez a tisztított szennyvíz az arra kijelölt befogadóba. És mennyi a kapacitása, tehát el fogja bírni ezt a telep, és gondolom utána lehet még bővíteni, hogyha esetleg még többen rákötnének? Gyakorlatilag ennek a településnek, illetve kisebb környezetének a szennyvíz tisztítására hivatott, erre tervezték ezt a telepet és ezt a hálózatot. Van lehetőség még rácsatlakozni, de nem jelen beruházás keretein belül, hiszen nekünk erre külön vízjogi létesítési engedélyünk van, tehát mi konkrétan azt a munkát végezhetjük el, amire nekünk engedélyünk van, illetve amiről a tervek szólnak. Itt elhangzott, hogy indul a fél éves próbaüzem. Mikor lesz a legutolsó, amikor itt lesznek kivitelezők a településen? Hát a mi szerződéses feltételeink szerint nekünk 2015.09.30-án biztosítani kell a próbaüzem megkezdésének a feltételeit. Ez azt jelenti, hogy nekünk addig maradéktalanul el kell végeznünk a munkánkat. Természetesen kisebb simítások, utólagos alakítások, az még előfordulhat. Ezek nem a csatornahálózat szerves részét képezik, csak esetleg felszínrendezési munkákat. Folyamatosan itt leszünk a próbaüzem kezdetéig. A próbaüzem ideje alatt folyamatosan rendelkezésre állunk, nem tűnünk el, itt vagyunk és segítünk, szorosan együtt kell működnünk a leendő üzemeltetővel, illetve garanciális kötelezettségünk van, ami 3 év, tehát itt leszünk és jövünk, hogyha bármi észrevétel, gond, baj van. Akkor én azt kívánom, hogy minden tökéletesen működjön, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tehát végeredményben itt látjuk a szennyvíztisztító telepet, ami több műtárból áll. Itt egy biológiai tisztítású telepet látunk, ezt a Veolia tervezte. Ez egy úgynevezett SBR rendszer, ami párhuzamos dupla sorból áll, és azt jelenti ez az SBR, hogy végeredményben egy szakaszos tisztítási folyamat zajlódik le. Napi 200 köbmétert szennyvizet képes a telep megtisztítani. Először egy mechanikai szűrése, tehát nyomottan érkezik a telepre a végátemelőből, a falu széléről a nyers szennyvíz, és először egy mechanikai szűrésen megy keresztül. Itt a szilárd szennyeződéseket távolítjuk el, betétektől kezdve mindent, egy zsírfogáson megy keresztül a víz, még tehát mechanikailag megtisztul, és akkor utána a lényege ezeknek a telepeknek az, hogy
baktériumok által bontja le a vízben lévő szerves anyagokat. Ez azért lényeges, mert végeredményben hát egy ilyen nitrifikációs, denitrifikációs folyamat játszódik le, ahol alkotó elemeire bontja a fehérjéket végeredményben. Ez azért is jelentős dolog, mert ugye így már egy szűrt, nem fertőző anyag keletkezik, ez eleven iszabban, a végeredményben ülepítés útján különválasztjuk a tehát elemeire bontott anyagot, ez egy nehéz fajsúlyi iszap, és ugye a tisztított víz az meg végeredményben hát végeredményben fajsúly alapján választódik ki. Tehát a mechanikai szűrés után különböző tároló részekbe kerül be a szennyvíz, ahol ezeknek a baktériumoknak különböző életteret kell biztosítani. Van olyan baktérium, amelyik oxigén dús környezetet szeret, ezért végeredményen mikrobuborék formájában juttatjuk be a többlet oxigént a vízbe. Van olyan tér, amiben olyan baktérium szeret élni, ami oxigéntől elvont közegben van. Tehát ennek alapján különböző terekben halad végig a szennyeződés, vagyis a nyer szennyvíz. És a legvégén egy iszap tározóba a fölösleges iszapot elvesszük, azt egy présen kipréseljük, 6 hónapot kell még annak tartózkodnia, ennek a fölös iszapnak, mire mezőgazdasági kihelyezésre kerül. És ez már teljesen kirohadt, kierjedt anyag, tehát végeredményben, mint trágya hasznosítja az ember. A tisztított vizet azt egy csatornába, a befogadóba, innen kb. 5 kilométerre engedjük be. Hát mit lehet még elmondani? Tudunk TFH-t, tehát lakossági szippantott szennyvizet is képes fogadni a telep. Erre éppen nem lesz szükség. Hát az az igazság, hogy teljes csatornázással lesz a településnek, de hát előfordulhat, hogy olyan helyen, ahol esetleg nem kötnek rá. Ez egy opció, és erre is alkalmas. Közigazgatásilag Újszentgyörgy hozzánk tartozik, és ott 230 ingatlan van, és ott onnan továbbra is a cippantós kocsi fogja hozni a szennyvizet. A telep automatikusan működik, végeredményben a napi rutin feladatok mellett a kezelőknek egyedül az iszappréseléssel kell majd foglalkozniuk, mert az egy olyan folyamat, amit még nem lehetett automatizálni, tehát amiatt ugye személyes jelenlétre van szükség, de amúgy teljesen automatikusan működik a telep. A technológiáról Páhír Györgyel beszélgettünk, hiszen önök hozták Tisza Szentendrére a technológiát. Mit kell tudni erről, milyen módszerrel fogják itt tisztítani a szennyvizet? Ez egy biológiai tisztítórendszer, egy szakaszos SBR dupla soros. Ez azt jelenti, hogy a nap 4 részre van fölbontva, 6 órát tartózkodik a szennyvíz a telepen, 6 óra alatt a baktériumok által bontjuk le a szennyező anyagot a nyer szennyvízben. Annak megfelelően vannak kialakítva a műtárgyak, hogy ez a tisztítási folyamat le tudjon zajlódni. Itt végeredményben a nyer szennyvíz baktériumok által lesz lebontva, itt a fehérjék, az, amit alkotó elemeire bont végül is a baktérium. Többféle baktérium dolgozik a rendszerben, van olyan, amelyik oxigén dús környezetet kedvel, van, amelyik oxigéntől elvontat. Ennek megfelelően ugye levegőztetjük a szennyvizet, ezt fúvókkal érjük el. A
végeredményben ezt a baktérium tömeget ezt mindig megfelelő arányban kell a vízben egy ilyen eleven iszap formájában tartani. A bejövő szennyeződésnek megfelelően kell ezeknek a baktériumoknak a létszámát meghatározni. Az se jó, ha kevés van, az se jó, hogyha sok van, mert hogyha kevés a baktérium, akkor végeredményben nem tudja feldolgozni a szennyeződést a szennyvízbe, hogyha fordítva van, akkor meg egymást pusztítják el ezek a baktériumok. Tehát ennek megfelelően az eleven iszapnak a mennyiségét mindig meg kell szabni, és optimalizálni kell. Hát végeredményben ugye ez a próbaüzem is, ami itt 6 hónapot fog tartani, az is azért van, hogy a telepnek a működését be lehessen szabályozni. Most ahol állunk, itt az iszaptárolóban állunk, ahol majd ez a megtisztított iszap fog tárolódni, és utána innen hova kerül? Itt végeredményben a fölös iszapot kipréseljük, és 6 hónapig még érlelődik, és utána mezőgazdasági kihelyezésre kerül, mint trágya használják el majd. Mennyi a telep napi kapacitása? Ez egy napi 200 köbméteres telep, képes fogadni a szippantott szennyvizet, és az egy 5%-ban képes naponta pluszban. Itt hallottuk az előbb polgármester asszonytól, hogy Újszentgyörgy is közigazgatása ebből a szempontból ide tartozik, tehát onnan valószínűleg ide fog érkezni akkor ezek után ez a szennyvíz. Igen, a szippantott kocsival majd, amit tengelyen behordanak, azt is képes kezelni a telep. Jó munkát kívánunk akkor önöknek! Köszönjük szépen!